Gyuri bácsi a béke barátja volt. Azt hiszem ez a legjobb kifejezés. Nagyon nem szerette a konfliktusokat, nehezen viselte. Engem nagyon sokáig nem engedett a főiskola közelébe se, mert hogy mi másképp gondolkoztunk az oktatásról, utána mikor már úgy érezte, hogy átadhatja a stafétabotot, azt mondja, akkor csináld te. Sokszor mondtam, hogy nem szeretném ismételni sem önmagamat, sem másokat. Ezt félreértette ugye Arnold munkájában, amikor is utána. És ez például nekem egy ilyen egészen fontos saját célkütőzésemmé vált. Sára Sándort, aki tanítványa volt, 56-ban végzett, kiváló operatőr lett, rendező operatőr. Ő az ellenforradalmi események miatt nem engedték filmezni. Diplomája lett és nem engedték filmezni, majd nagy nehezen engedélyezték neki, hogy Raffay Annának a Mohácsi búsójárásról valami néprajzi filmet csináljon, és de mondták, hogy a Sára így nem csinálhat, és akkor a Gyuri elvállalta azt, hogy művészeti tanácsadója lett. És lementek Mohácsra filmezni, és hogy mindenki lássa, és hogy tudja, hogy nem szól bele ezekbe a dolgokba, hogy nem ad művészi tanácsot. Ezért kb. 300 méterre ült le mindig a kamerától, hogy lássák, hogy nem ő mondja, és nem ő csinálja. Időnként odament a Sanyihoz, hogy kérsz kávét? De igen, akkor hozott neki kávét, majd visszaült 300 méterre. Az volt az első filmemnél, hogy az egy nevelő otthon Karácsonyáról szólt. És lement a film, és akkor a Szabó Pista azt mondta, hogy gyerekosanak vagyunk, mert hogy a gyerekek elküldtenek minket az anyámba, hogy nem akarják, hogy filmezzük a karácsonyokat, stb. És hogy ezt, hát hogy ezt én hogy képzelem. És akkor mondtam, hogy hát akkor nézzük meg még egyszer a filmet, ezt a bizonyos részt. Mert mondtam, hogy az játékfilm sem van, nem dokumentum. Ugyanaz volt a vizsgai dokumentum, de mivel előző nap forgattuk a szemetet, és a Mészand is véletlenül kinyitotta a kazattát az operatőr, az elégett. Másnap reggel megkértem a gyerekeket, hogy játsszuk el ezt, ami történt. És senki nem vette észre, csak egy villanással lehet látni, hogy a hajnal már besik az ablakon, hogy a svengbe egy pillanat. És mondtam, hogy most még egyszer nézzük meg, jól jött, reggel van, nem este. És akkor az ülésnek mondta, hogy hát, hogy ennyien elkerettünk baszva, finoman szóval, akkor ötös kell neki adni, nem kérdő. Jó, sikerült. Tényleg, és ötös is kaptam. Úgyhogy azért mondtam, hogy ez érdekes volt, hogy papi mondta meg, neked a mag mondta, hogy hát ezt így kell csinálni. De a papi mondta, hogy ha ennyire át tudtuk vágni őket, hogy ők azt hitték, hogy azt akkor éjszaka forgatok, akkor ez rendben van. Volt egy állandó kameramanja, aki tudta, hogy nyaki. Ő pontosan beállította a kamerát, hogy honnan, milyen objektívvel, mit lát, mi a kameramozgás, mit kell csinálni, de effektív nem ő hajtotta végre a kamera mögött ezeket a mozgásokat. Viszont hihetetlen tapasztalat alakult ki abban, hogy anélkül akkor még nem volt ilyen videókereső, hogy lehetett látni egy külön monitoron, hogy mi van a kamerán, csak az látta a képet, aki belenézett a kamera keresőjére. Gyuri bácsinak hihetetlen gyakorlata alakult ki abban, hogy a kamera mellett állva pontosan érezte, hogy hol vannak a képhatárok és mit csinál az az ember. A megfelelítés közben látom, hogy a Gyuri így megböki a nyakit, és így odahajok hozzá, és azt mondja neki, hogy ne vágd le a kezét. És lemegy a felvétel, és a Fábri úgy összenéz mindig a felvételt, hogy Gyuri bácsi valami, akkor jó, akkor mentünk tovább, és mondja, hogy Gyuri bácsi az ő nagyon elegáns úriember stílusában azt mondta, hogy az az érzésem, hogy ez az úriember itt szeretné ezt a felvételt megismételni.